Vissza is tértünk ide a Fix magazinba, itt van már a stúdióban Balassonyi Nóra, illetve Gellén Veronika, szerbusztok, köszöntelek titeket itt a stúdióban. Sziasztok, sziasztok! Mi az a cosplay? Kezdjük rögtön az alapoknál, aki esetleg laikus szemmel nézni a műsort, annak így magyarázzuk el, hogy mit jelent ez. Igazán így a costume play szóból ered, igazán így bármiből lehet beöltözni, karaktereket megvalósítani, és játékokból, filmekből, animékből, mindenből. Most kérlek szépen mutassátok be magatokat, lányok, hogy kinek öltöztetek be. Kezd nyugodtan. Én Astrid Hofferson-nak öltöztem be az Így neveld sárkányodat rajzfilmből, animációs filmből, a második filmből. Ő áll hozzád a legközelebb? Vagy miért őt szemelted ki magadnak? Hát a filmből mindenképpen. Ez ilyenkor hogy van, hogy meglátsz egy filmet, megtetszik a karakter, és akkor hát én beöltözök? Nagyjából így. Persze így mindig sok a terv, úgyhogy lehet, hogy lassan valósul meg, de előbb-utóbb. Veronika, te látom még most is az utolsó simításokat végzed. Igen. Mindig a kesztyű marad az utoljára. Hát velem is hasonlóképp, hogy ha nagyon szeretek egy karaktert valami sorozatból, vagy rajzfilmből, animéből, akkor megszületik bennem az az ötlet, hogy hú, de jó lenne beöltözni neki. És te most ki vagy? Én egy amerikai 3D-s animációs sorozatból, a Ruby-ból öltöztem be Pyronikosznak. Wow! A cosplay-teket magatok csináltátok? Igen, teljes mértékben. Mennyi időbefektetés egy ilyet elkészíteni? Hát, mivel így szabadidőben szoktunk rajta dolgozni, így legtöbbször azért hónapok. Persze attól függ, hogy mennyire bonyolult az adott jelmez. Van, ami egy hét alatt is elkészíthető így esténként, de a legtöbb azért inkább több. Ezek miből vannak? Látom itt a válladon ezt a, nem tudom, válvédő, vagy mi ez? Ez miből készül? Hát olyasmi, mint a polifoam, de egyébként evafoamnak nevezik. Vannak ezek a kondigépek, és mondjuk az alá szokták tenni. Ezt te is festetted? Mert látom, hogy nagyon szépen ki van dolgozva az összes kis apró igen, részlet. Igen, mindent. Ugye már vannak különböző cosplay versenyek, például a Mondokon is szokott ilyen lenni, vagy pedig a Play-en. Indultatok már ilyen versenyen? Igen, én amikor épp sikerül elkészülnöm a jelmezzel, akkor mindig megpróbálkozom a versenyzéssel. Hogyha jól tudom, te most első helyezést értél el az anime karácsonyon? Jól olvastam? Nem, a tavaszi Mondokonon kaptam legjobb technika díjat. Legjobb technika díj, ez mit foglal magában? Ez szerintem a zsűri azért ítélte nekem, egyrészt mert olyan technikákat alkalmaztam, ami talán kevesebb cosplayer használt eddig. Például, nem tudom, itt van a pajzsom, és építettem bőle kettő nagyon erős mágnest, amihez hozzá is ragadt egy hullámcsatom. És... Mondjuk. És ez rajta marad a kezeden, hogy ezt felveszed? Wow! Ilyenkor vannak különböző játékok ezeken a versenyeken? Nem tudom, harcoltok, vagy csak sima, mint egy divatbemutató, úgy képzeljük el, hogy végigvonultok egy kifutón? Inkább divatbemutatószerű, tehát hogy színpadon felvonulunk, de előtte még a zsűri megnéz külön minket egyesével, és akkor értékeli a jelmezeinket. Milyen szempontok alapján értékel a zsűri? Hát technika, kidolgozottság, karakterhasonlóság, mennyi anyagot vett, mármint hogy mondjuk, ha van egy szoknya, akkor hogy azt vette az adott cosplayer, vagy pedig ő maga varta, és hasonló szempontok. Tehát akkor az otthon elkészített, kézzel készített cosplayek, azok sokkal nagyobb előnyben indulnak, mint mondjuk a boltban megvásárolnak hozzá valamilyen kelléket. Mennyire népszerű kis hazánkban itt Magyarországon a cosplayezés, szerintetek? Hát szerintem 2010 óta főleg így egyre népszerűbb, mert olyan 2006 körül jelentek meg az első nagyobb rendezvények, amiken volt cosplay verseny, és akkor így innentől indult el. Jelenleg a nagyobb versenyeken akár ilyen 100-150 ember is indul. Tehát ebben fiúk és lányok egyaránt szoktak öltözni, vagy ez csak a lányokra jellemző? Hát fiúk, lányok is vegyesen, de azért népszerűbb a lányoknál, azt elmondhatjuk.
legalábbis nálunk hazánk van mindenképp. Nektek van esetleg más karakteretek ezen kívül, hogy beöltöztetek te az Így neveld a sárkányod volt, te pedig abból a bizonyos amerikai sorozatból másnak esetleg szoktatok beöltözni, vagy esetleg van más jelmezetek? Sok. Nagyon sok. Én legalábbis így 2007-ben készítettem az elsőt, úgyhogy így most már van jó pár. Vannak olyan lányok egyébként, akik nem maguk készítik a jelmezéket, hanem csak modellek, tehát bemutatják valakinek az elkészített jelmezét? Hát szerintem ez hazánkban még annyira nem elterjedt. Vannak nálunk is, akik inkább vesznek mondjuk eBay-ről jelmezt, de inkább ez az olcsóbb kategória, tehát nem az, hogy egy profival elkészítetik, és utána ők csak bemutatják. Szerintem kevésbé ez inkább olyan hostess munka. Van ilyen, pléten lehet vele találkozni, de őket meg inkább a játékgyártók bérelik fel. Ez egyébként mennyire egy költséges hobbi? Hát eléggé költséges, de nem tudom, én így, ha hónapokra osztom el, úgy annyira nem jön ki durva összegre, mint ha így egybe akarnék mindent megvásárolni hozzá. Szokott lenni olyan, most lehet, hogy egy kicsit erőset fogok kérdezni, hogy egy fiú egy női karakternek öltözik be, és ugyanez fordítva is? Megesik. Hát igazából az, hogy egy fiú lánynak öltözik, az így európai szemmel ez nem egy olyan elfogadott dolog. Az, hogy egy lány öltözik fiú karakternek, az már teljesen elterjedt az ilyen cosplayes világban. Azonban Japánban az, hogy fiú lánynak öltözik, az is teljesen átlagos dolognak lehet mondani. Kiknek szoktak beöltözni az emberek? Számítógépes játékok karaktereinek, vagy film karaktereknek? Hát igazából teljesen vegyesen, tehát hogy így, amit el lehet képzelni, hogy be lehet öltözni, annak mindenki. De most ezt úgy képzeljem el, hogy mondjuk tényleg a Super Mario is ott szaladgál, meg Thor, meg mindenki. Igen, igen. De ezt nagyon teljesen szeretitek, ahogy látom rajta. Nagyon. Meséljetek egy kicsit a saját karaktereitekről. Kezd nyugodtan. Hát igazán a jelmezről magáról, vagy a karakterről. A jelmezről is, a karakterről is, meg hogy igazából mi az, ami megfogott téged ebben a karakterben? Nagyon szeretem Astridot, ahogy viselkedik, egy ilyen nagyon kis laza menő csajszí, úgyhogy így örültem neki, hogy egy idősebb verziója is létrejött, és így ezt meg tudtam valósítani, mert így van egy nagyon durván fiatalabb kis húgom, és neki elkészítettem a fiatalabbik verzióját még korábban. Nagyon aranyos volt. És ő is beleszeretett ebbe az egészbe? Nem mondanám, még kicsi is hozzá, úgyhogy annyira nem fogta meg. Sajula, hogyha szólíthatlak a művésznevelen? Hát az én karakterem, ugye őt kevesebben ismerik azért, ő egy ilyen, kicsit ilyen gladiátorszerű lány, nagyon erős, nagyon jó harcos, de közben pedig nagyon kedves és nagyon segítőkész, és én ezért szerettem volna neki mindenképp öltözni, mert nagyon szeretem az ilyen erős női karaktereket. Jól látom egyébként, hogy kontaktlencse is van a szemedben, tehát... de durva, én most látom. Tehát ilyen apróságokra is oda kell figyelni, egy térünk vissza megint a cosplay versenyekre, tehát hogy sikeres legyen az embernek a jelmeze, akkor ilyen apróságokra, mondjuk a köröm, a színe, a szemnek a színe, tehát ilyenekre is oda kell figyelni? Ezek is számítanak, de ez persze nem annyira jelentős, mint mondjuk a ruha mennyire ugyanolyan, de mondjuk egy kontaktlencse nagyon sokat dob a látványon, úgyhogy azért szoktuk használni. Egyébként a jelmezhez társulni szokott produkció is esetleg? Igen, igazából a versenyeknek van egy másik fajta típus, amikor nem azt értékelik, hogy a ruhánkat hogyan készítettük el, hanem magát azt, hogy a színpadon hogyan lépünk fel, vagy mit adunk elő. Mondjuk én, nekem ebben nincsen nagyon tapasztalatom. Ez én is, meg te is inkább így a kraftos részre szoktunk rámenni, de a külföldön pedig így leginkább a kettőt összevonják, tehát hogy a színpadon is jól kell teljesíteni, vagy elő kell adni valamit, és a jelmezeket is jól kell megcsinálni. Azért az mennyire menő lehet, hogy ott szaltoznak a színpadon a beöltözött lányok? Igen, gondolom, nehéz benne mozogni egyébként? Hát, nem, neked főleg. Nem a legegyszerűbb.
Még egy picit visszatérnék a karakteredre. Oime, jól mondom? Mesélj egy kicsit, hogy aki esetleg nem lenne képbe ezzel a kis rajzfilmmel, hogy mi a karakterednek a fő célja? Hát ugye az első filmben még egyedül hiccup, vagyis hát hablacs magyarul, volt az, aki elkezdett egy sárkányt nevelni, fogatlant. A második, ekkor, szóval, hogy így az elején a legtöbb viking ez ellen volt, és inkább vadászták a sárkányokat, mint hogy állatokként, idomított állatokként kezelték volna őket. Később vált ez divatté, hogy sárkányokon lovagolnak és repülnek. Köszönjük szépen, lányok, hogy eljöttetek hozzánk, és hát sok sikereket kívánjuk, remélek, hogy még indultok azért versenyeken. Mindenképp, mi is nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Köszönjük szépen.